Szervusztok, sziasztok srácok! A mai napra hoztam egy kis teória videót, illetve híreket a májusról, ugyanis már a tegnapi nap folyamán valamiért ilyen hamar bejelentették, hogy ismételten lesz egy Star Wars-os kollab. Egy elég nagy kollab, hiszen elég sok mindent fogunk kapni, gondolom visszafőjönnek a fénykardok, új skineket kapunk, lesznek challenge-ek, amivel ingyenes jutalmakat tudunk majd szerezni. Először is nézzük meg, hogy haladt-e valamit előre a történet. Ugye ismételten lehet beszélni az orákulummal, kaptunk küldetéseket, hát sok mindent sajnos nem mond el. Elmondja, hogy Zeus nagyon mérges, és hogy a halandókat meg akarja ölni. Igazából ezt már tudtuk. Küldetésekben különféle ilyen kör alakú köveket kell gyűjteni, amin ugye Zeusnak az írásai vannak, amiből kiderül pár dolog. Zeus is recruiting allies, just as you are. And he's targeting the Huntress next. You need to get Artemis's attention before Zeus's words do. She's old friends with Aphrodite, so she might be on board. Az orákulum elmondja, hogy Zeus szövetségeseket gyűjt a háborúra, és következő célpontja Artemis. A feladatunk pedig az, hogy hamarabb érjünk oda Artemishez, mint Zeus, és mi beszéljünk vele először, hogy a mi oldalunkon harcoljon Artemis Zeus ellen. Természetesen szerencsénkre a mi oldalunkon fog harcolni, ugye ha megcsináljuk a küldetéseket. Azt egyelőre nem tudom, hogy ezeknek a lemezköveknek lesz-e valami fontosabb szerepe a későbbiekben, elvileg csak Zeus írásai vannak rajta, lehet, hogy csak ennyit tesznek. És igazából jelenleg itt tart a történet, mindenki szövetségeseket gyűjt a szigeten, a nagy háborúra, Zeus mellett elvileg csak Ares áll eddig, mi mellettünk pedig ott van a többi isten. Nagyon-nagyon fontos még, hogy Midas jaktja teljes mértékben eltűnt a múlt heti frissítés óta. Szóval Midas, amint kiszökött az alvilágból, összeszedte az ügynöki csapatát és szépen elmenekültek a jakttal. De vajon most merre lehetnek? Sokan arra tippelnek, hogy az OG Chapter 2-t majd Midas fogja előidézni valamilyen úton, módon, hogy esetleg az Open World játékmód Midas-szal fog indulni valamikor majd Chapter 6-ban. Itt azért lehet tippelgetni, de szerintem Midas-t nem utoljára láttuk ebben a seasonben vagy chapterben, szerintem még valamilyen úton, módon fel fog bukkanni. És most beszéljünk ismét a Star Wars-os kollabról, ami május 3-án fog érkezni. Tegnap a semmiből be lett jelentve, hogy érkezik a Star Wars-os kollab májusban, ami nem meglepő, hiszen számítottunk rá, majdnem minden évben május 4-én érkezik egy ilyen Star Wars-os nap, visszajönnek régebbi Star Wars skinek, kapunk fénykardokat és új skineket. De meg lehet, hogy most májusban még több mindent fogunk kapni. Már a season legelején leakelték, hogy jönni fog majd egy új Mythic Star Wars-os fegyver, egy Wookiee plazmavető, és konkrétan az egész gameplay már fent van neten, ki volt leakelve, ez már 100% hogy érkezni fog. És mivel egy Wookiee fegyver érkezni fog a Fortnite-ba, így Chewbacca is 95% hogy érkezni fog, hiszen egy Wookiee-t már kaptunk ugye skinbe, de szerintem Chewbacca az egyik legikonikusabb karakter a Star Wars-ban, eddig is furcsáltam, hogy még skinbe nem érkezett meg. A másik skin, amit leakeltek, egy új Leia skin lesz, elvileg egy lázadós verziója fog jönni. Lehet, hogy stílust fog kapni az eredeti Leia skin, de az is meg lehet, hogy kapni fog egy teljesen új skint, amit külön meg lehet majd vásárolni. Még tavaly május környékén leakelték, hogy jönni fog egy új Mythic képesség, amivel villámot tudunk majd szórni. Ez ugye Darth Sidious Palpatine-nek a képessége lett volna, viszont nem történt meg, nem jött be a képesség sem, és maga a skin sem. Nem is értem, hogy Palpatine eddig hogy nem érkezett be a Fortnite-ba, hiszen Chapter 2-es eventen is lehetett hallani a hangját, illetve még tavaly májusban is ő adta ki a 66-os parancsot. The time has come. Execute order 66. Szóval, ha az Epic Games újítani akar a Star Wars-on, és nem csak a sima fénykardokat visszahozni minden évben, akkor szerintem a villámszórás képességet is hozzák be, és jöjjön végre Darth Sidious Palpatine. A Star Wars-os frissítéssel nem csak új skineket, fegyvereket, hanem lehet, hogy még új helyszínt is fogunk kapni. Ha minden igaz, ha hihetünk a leakeknek, akkor az új Star Wars-os hely pedig pont itt lesz, a kis szigeten. Tavaly még ugye nem volt LEGO Fortnite, illetve fesztivál sem, viszont idén már van, ez azt jelenti, hogy jönni fognak még Star Wars-os zenék a fesztiválra.
Legalábbis a Fortnite Fesztivál Twitter oldala retweetelte. Így már elég nagy az esélye, hogy az ikonikus Star Wars-os kocsma zene érkezzen a fesztiválra. Mondjuk remélem, hogy ebből egy emotot is kapunk, azért nagy lenne, hogyha a squaddal lehetne nyomatni a zenét. És nem csak a fesztivál, hanem a LEGO Fortnite is megosztotta, szóval meg lehet, hogy LEGO építményeket is kapunk majd, vagy az item shopba, vagy az is lehet, hogy csak új skineket kapunk és abból jönnek LEGO változatok, de azért bízok benne, hogy azért nem csak ebből fog állni. Egyedül a Rocket Racing oldal nem osztotta meg a Star Wars-os bejelentést, viszont a leakerek szerint érkezni fog majd egy mandalorianos jármű a Rocket League-be. Nem biztos, hogy ezt megkapjuk majd Fortnite-ban, de azért reménykedni lehet. Viszont így, hogy a Rocket Racing nem osztotta meg szerintem a Star Wars-os bejegyzést, így kizártnak tartanám, hogy bármilyen Star Wars-os dolog oda érkezzen. Minden esetre én kíváncsi leszek, hogy milyen is lesz ez az új Star Wars-os kollab. Ami biztos, hogy ez május 3-án fog elvileg kezdődni, az lehet, hogy nálunk 4-én lesz, most pontosan még én sem tudom, és ugye érkezni fog majd a frissítés jövő héten, amivel elkezdődik a Fortnite Festival Season 3 is, és még most sem tudjuk, hogy ki lesz majd az előadó. Kíváncsi leszek, hogy Weekend és Lady Gaga után ki tudnak kitalálni, berakni. Azt sem tudjuk, hogy egyáltalán férfi vagy női előadó lesz-e, azt sem tudjuk, hogy DJ lesz-e vagy rapper. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Ha van tippetek, írjátok le kommentben. Ne felejtsétek el, hétvégén érkezik az új J Balvin skin is, amit ugye nem leakeltek, de bent van a játékban, csak rejtett be. Érkezni fog új J Balvin zene is, szóval azért a hétvégén lesz mit majd vásárolni. Ne felejtsétek el használni a Creator kódom sem, ami nem más, mint a Ghost Forerunner. Nagyon szépen köszönöm. Kratos skinnel kapcsolatban most az a tipp, hogy április 20-án fog érkezni, ugyanis 2018-ban ekkor jelent meg a God of War játék PS4-re, és lehet, hogy az évforduló miatt ekkor fogják visszahozni a Fortnite-ba. Természetesen ez is csak egy tipp, ha nem jön vissza, akkor srácok, fogalmam sincsen. Ugye a Fortnite-ból kivették a skin ritkaságokat, szóval nincsen már Legendary skin, nincsen már Epic skin, szerintem ezt vissza fogják majd változtatni, vagy valami új lesz. A Rocket League ugyanis tegnap kirakta, hogy a Rocket League-en belül is lesz majd változtatás, ami eddig ugye Common volt, Rare, Very Rare, azt meg fogják változtatni, és most már Base lesz, Sport, Special, Deluxe és Luxury. Érdekes módon Rocket League-en belül nem törlik el a ritkaságokat, csak átnevezik. Ez azért fontos, ugyanis maradni fognak a ritkaságok, csak más nevük lesz. Ha van esze az Epic Games-nek, akkor nem törölni fogják a ritkaságokat, hanem átnevezik ott is. Alapvetően a Rocket League-nek és a Fortnite-nak ugyanúgy az Epic Games a cége, szóval igazából simán elképzelhető. Hát srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. A héten még biztosan találkozunk, ugyanis érkezek majd még egy teória videóval, ami sokkal érdekesebb lesz, ugyanis beszélni fogunk majd a Season 3-ról. Én viszont srácok, mára mentem, én Ghost Forerunner voltam, sziasztok!